újra nő a minimálbér. Így már több mint kétszer annyi, mint 2010-ben volt. Így magyarázta tavaly előtt a gazdasági teljesítményt a kormány. Idén 4%-kal bruttó 167.400 forintra nőtt tovább a magyar minimálbér, de még így is sereghajtó marad a visegrádi országok rangsorában. Sőt, máshol nagyobb emelésről döntöttek, a lemaradásunk tehát nő. Márciusban a szlovákoknál 34, a lengyeleknél 32, a cseheknél pedig 24%-kal lesz magasabb a kötelező legkisebb fizetés bruttója, mint nálunk, az Unió Statisztikai Hivatalának kimutatása alapján. A magyar gazdaságnak a teljesítménye és az Európai Uniótól való lemaradása is abba az irányba mutat, hogy a magyar minimálbérek alacsonyabbak legyenek, mint például a cseh vagy a szlovák minimálbér, amelyek fejlettebbek nálunk gazdaságilag. A portfólió szerint nálunk valamivel olcsóbb az élet, mint a többi visegrádi országban. Mégis úgy számolnak, a minimálbér máshol többet ér majd, mint nálunk. A járulékkedvezmény, az adókedvezmény az ott náluk segít, és ugye miután a bruttó minimálbér is jóval magasabb volt Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, mint Magyarországon, így az elkölthető nettó minimálbér is magasabb ezekben az országokban. A Fidesznél egy éve azt mondták, azért marad le a magyarországi minimálbér, mert a magyar kormány nehezebb helyzetben van, mint régiós versenytársai. Ezek az országok például 2010-ben nem voltak csődben, ahogy Magyarország volt. Ezeket az országokat nem adósították el szocialista kormányok, mint ahogy Magyarországot 2002 és 2010 között. Az egyik legnagyobb szakszervezeti szövetség szerint viszont máshol nagyobb áldozatot hozott a kormány. Ilyen Szlovákia például, ahol a legmagasabb a bér, 2021-ben komoly kormányzati beavatkozással és nagyon komoly munkáltatói támogatással tudta csak a minimálbért ilyen mértékben emelni. Tehát a minimálbér emelésből a munkáltatókra nehezedő terhek egy részét a kormányzat átvállalta. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azzal érvel, hogy a régióban a magyar minimálbér emelkedett a legtöbbet a 10 évvel ezelőtti szintjéhez képest. Azt írták, a kormány célja, hogy a munkahelyek megőrzése mellett tovább emelkedjenek a keresetek Magyarországon.